Menjünk most vissza az aktivitásra, ahol az előbb már beszéltünk érintőlegesen a civil forintokról. A civil forint tehát az az aktivitás jelző, amelyen keresztül mindenki láthatja, mennyire aktív egy adott felhasználó az oldalon. Az egyik fontos menüpont a közösségi egyenlegünk. Itt megnézhetjük, hogy mely tevékenységekért kaptunk civil forintot az utóbbi időben. Láthatjuk, hogy a választék elég széles, szinte minden tevékenységért civil forintot kapunk, illetve veszítettünk, ugyanis itt látható, hogy a csoporthoz csatlakozásért levonás járt. Amikor egy csoportot elhagyunk, természetesen ezt a civil forint összeget ismét jóváírják a számlánkon. Különféle civil forint összegek elérésekor az adott felhasználó rangja is emelkedik. Esetünkben ez a lelkes követő szintet éri el. Az útmutatóban találhatjuk a teljes listát, hogy mely rangok elérhetőek a bizonyos civil forint összeghatárok elérésekor. Minden rangnak 3 szintje van, és mint látható, mi éppen azért tartózkodunk a lelkes követő második kategóriájában, mivel 48 ezer civil forintunk van, azaz még nem értük el az 50 ezer civil forintot, amely esetben már első kategóriás lelkes követővé fogunk előlépni, majd következhet a rendszeres résztvevő harmadik, második, majd első kategóriája, és így tovább. Ezek a rangok tulajdonképpen csak egy plusz próbálnak hozzáadni az oldalon végzett tevékenységekhez. Nyilvánvaló, hogy senki nem a civil forintokért és a rangok eléréséért teszi azokat az oldalon, amiket tesz, nem azért segít másokat. Ez csupán egy kiegészítő, amely érdekesebbé teheti az oldalon végzett tevékenységeket, de akit nem érdekel, az akár figyelmen kívül is hagyhatja ezt az egészet.